Az ország 708 településéről 10 000 futó érkezett a Városligetbe, hogy részt vegyen a KNTH Mozdulj maraton és félmaraton váltón. Az eseményen 3 különböző távon, 3 vagy 6 fős csapatokban lehetett versenyezni. Az egyéni félmaratont a MAC két atlétája nyerte, a hölgyeknél a címvédő Ladányi Tímea győzött, míg a férfiaknál a tavainál jobb idővel 1 óra 14 perc 36 másodperces eredménnyel Balázsi Dávid diadalmaskodott. A maratonváltók közül a Tengerszem Optika csapata volt a leggyorsabb, 2 óra 27 perc 5 másodperc alatt ért célba. Reméltük, hogy minél több ellenfelünk lesz, és szerettük volna megnyerni, úgyhogy úgy is állítottuk össze a váltót, hogy egy erős csapattal jöttünk. Mindenki nagyon jól futott, úgyhogy végig rajtszél győzelemmel sikerült megszerezni ezt a győzelmet. A félmaratoni távon az olimpiai bajnok ökölvívó Kovács Kokó István is rajthoz állt, aki egy váltó tagjaként, valamint egyéni futóként is részt vett az eseményen. Minden hétvégén van valahol futóverseny, vagy esetleg triatlonverseny, és most már az elmúlt hétvégék mindig ilyen melegben zajlanak. Ráadásul az idei célversenyem, a nagyatádi Ironman, az garantáltan ilyen időben lesz majd a futás, úgyhogy nekem olyan nagy gondot nem jelent. Inkább azt mondom, hogy egy óriási élmény volt. Tehát tudtuk, hogy meleg lesz, azaz is tudtuk, hogy hárman bármire képesek vagyunk. Nagyon jó csapatot alkottunk. Megszoktam már ugye a táncban is, hogy mindig partnereim vannak, és nem egyéni sportot űzök, úgyhogy nélkülük egyáltalán nem tudtam volna lefutni. Úgyhogy köszönöm nekik, nagyon jó társak. Kár, hogy nem páros sportot csinálnak. A célban köszöntelek benneteket a félmaratoni táv teljesítése az van.